A nap melyik részében kereskedjünk? Amikor a kedvünk tartja. Az a jó Forexben, hogy a nap 24 órájában bármikor lehet. A táblázat a világ néhány legfontosabb tőzsdejének nyitvatartási idejét mutatja. Helsinki idő szerint 1 órakor Sydney és Tokió nyit. Ahogy halad a nap nyugatra, London nyit, majd New York, és mire New York bezár, a kelet tőzsdei már nyitnak is. Lentebb ugyanezt a táblázatot látjuk, csak magyar időzóna szerint. Mindenki megrajzolhatja ezt a táblázatot a saját országának időzónájának megfelelően is. A tanfolyamon megtanuljuk majd, hogy melyik órában, milyen stratégia szerint lehet kereskedni. Például érdekes dolgok történnek, amikor a New York-i tőzsdék nyitnak vagy zárnak. New Yorkban több tőzsde is van amúgy. Amikor belépünk az Oanda játékba, egy ilyen képernyőt látunk. Aminek először szembe kell tűnnie, hogy ez egy eurószámla. Alatta az első sor azt mutatja, hogy számlánkon mennyi pénz van jelenleg. A negyedik sor azt mutatja, hogy eddig mennyi profitot vagy veszteséget értünk el. Az előző videóról talán még emlékszünk, hogy az 1000 dolláron több mint 2000 dollár profitot értünk el eddig. Azaz 3000 dollárunk lett. Az oktató videókon szeretem ezeket a számokat lenullázni, klikkeljünk rá erre a menüpontra, Reset Profit or Loss, és látható, hogy a számlánkon nullára visszaáll majd az eddig elért profitunk. Állítsunk a számlánk egyenlegét is arra a számra, amivel a valós életben kereskedni fogunk. A legtöbb ember esetében ez euró szokott lenni. Válasszuk ki ezt. Jelöljük ezt a dobozt, majd az OK gombra klikkelve, és a számlánk 1000 euróra vált. A képernyő bal alsó részén a valuták jelenlegi ára látható. Szokás az az utolsó pár számjegyet nagybetűvel írni. Ha a sell feliratúra, mint egy gombra ráklikkelünk, akkor eladhatunk, a buy feliratúra, akkor vehetünk az adott valutából. Javaslom azonban, hogy inkább ne használjuk így. Azért ne, mert döntéseinket általában az árgrafikonjára alapozzuk, használjunk a grafikon fölött látható buy és sell gombokat. Nem lenne jó, ha véletlenül egy másik valutát vennénk meg, mint aminek éppen látszik a grafikonja. Velem már többször előfordult ez, szóval tapasztalatból beszélek. Grafikon fölött felirat mutatja, ez euró USD grafikon. Állítsuk át napira most, azaz napi részletességűre. Látható, hogy tavaly júliustól jelen júliusáig láthatóvá vált az ár. Állítsuk át most 5 másodperces részletességre. És itt jobb oldalt, ahol a nyíl mutatja, láthatjuk, hogy minden egyes 5 másodpercben születik egy kis új vonal a grafikonon. Ott nő. Tanuláshoz érdemes 1 órás részletességre állítani kezdetben a grafikont. Ilyenkor egy-egy vonal egy órának felel meg. Következő, amit beállítunk, az a grafikon megjelenítésének módja. Például most japán gyártyákat láthatunk, amiről rengeteg szó esik a tanfolyamon és fantasztikusan jól használhatók. Mi a minimum-maximum grafikon fogjuk használni általában. Egyszerűen azért, mert jóval több adat fér el kisebb helyen. Láthatjuk, hogy július 13-tól egészen július 28-ig 1 órás pontossággal szerepel minden ár. Nézzük meg röviden még egy-két beállítást. Itt van például a Show Historical Trades, amelyet kikapcsolva eltűnnek a régebbi kereskedések, majd visszakapcsolva megjelennek. Vagy itt van a Show Active Trades. Ezt hagyjuk általában mindig bekapcsolva, mert ez mutatja az aktív kereskedéseinket. Végül a Show Average Price-t érdemes bekapcsolnunk. Ez az átlagos árat mutatja, megjelenik egy szaggatott vonal, ahol az ár éppen jelenleg tartózkodik. A képernyő tetején számos információt kaphatunk az aktív kereskedéseinkről. Ezekről részletesen csak a tanfolyamon lesz szó. Nyomjuk meg most a vételgombot, arra játsz, hogy az ár felfelé mozog. Írjunk meg, hogy vennénk 100 egységet, azaz nyomjuk meg a Submit gombot,
és fent láthatjuk, hogy van egy aktív kereskedésünk, a valuta az euró-USD pár, 100 egység, azaz 100 euró jelen esetben. Látható még milyen áron vettük, és a többiről csak a tanfolyamon lesz szó. Bal oldalt látható, hogy van most 1 cent profitunk. Már 2 cent, ez már vagyon. Gyorsan klikkeljünk rá a fenti sorra, hogy lezárjuk a kereskedést, a close ki van választva, és bezár, submit. Bal oldalon, fentről a negyedik sorban láthatjuk, hogy sikerült 1 cent profitot elérnünk. Ennyire egyszerű kereskedni. Majdnem elfelejtettem, ha megváltoztatunk egy beállítást, érdemes mindig elmenteni, különben elveszik az. Erre a Save Current Profile menüpont való, ahogy az ábrán látható. Nézzük meg most, hogy napi részletességgel mennyit változott az euró-dollár árfolyam egy év alatt. Fent kb. 1,48-ról indul, leér 1,8-ig, majd visszafordul, és most 1,3 körül ugrál. Következő kérdés, amit tanulók feltesznek, hogy mennyi pénzzel kereskedjünk. Ha van 1000 euró a számlánkon, olyan 1000 euró, amit hajlandunk vagyunk elveszteni bal szerencse esetén, akkor 100 eurós kereskedés elég reálisnak hangzik. Na de mennyi erre elég 100 euró profit? Ha addig elmozdul az ár, ahol a nyíl mutatja, akkor ez kb. 4 euró profitot hoz, vagy 4 eurós veszteséget. Attól függően, hogy milyen irányra fogadtunk. Ha 1000 euróval kereskednénk, akkor nézzük meg, mennyi profitot érhetünk el. Ha az ár felmegy odáig, vagy lemegy odáig, akkor ez 40 euró profitot jelent nekünk, vagy ha rossz irányba fogadtunk, akkor bizony 40 euró veszteséget. Korábban volt szó a szorzóról, magyarul turbónak is láttam már hívni. Oanda kezdő beállítása megenged nekünk egy 20-szoros szorzót a pénzünkön. Ez azt jelenti, hogy 1000 eurónkkal 20.000 eurós kereskedést is nyithatunk. Mennyi profitot csinálhatunk 20.000 euróval? Ha az ár épp csak egy kicsit változik, épp csak felmegy odáig, vagy éppen lemegy odáig, és látható, hogy az elmúlt év során ezt akár egy nap alatt is meg tudta tenni, akkor akár egy nap alatt 1000 euró profitot csinálhatunk, vagy elveszthetjük mind 1000 eurónkat, ami a számlánkon volt. Ennyire erőteljes a szorzó használata. Gyorsít, de nagyon veszélyes is. Ondát beállíthatjuk, hogy megengedjen akár egy 50-szeres szorzót is. De vannak más brokerek, akik 100-szoros, 200-szoros vagy akár 400-szoros szorzót is megengednek. Ez azt jelenti, hogy az ár épp csak elmozdul egy pindurit fel vagy le, és mi már vagy megdupláztuk a pénzünket, vagy mindet elvesztítettük. Ne használjunk ekkora szorzót, mert megbánhatjuk nagyon. Hogyan tovább? Kezdjünk el kereskedni már most, de csak a játékkal, ne élesben, ne valódi pénzzel. Mint egy szörfös, tanuljuk ki, hogyan lovagoljuk meg az árfolyam hullámát, ehhez gyakorlás kell, tudás, ráérzés, megérzés, és persze szerencse. Végezzük el a teljes kereskedési tanfolyamot, ahol elsajátíthatunk rengeteg stratégiát és technikát a kockázat kezelésére. Sok sikert és jó játékot! Fornay Péter voltam.